Köszöntöm nézőinket! Magazinunkban ez alkalommal a szeptember 2-ai városi ünnepsége díjátadót és koszorúzást tekinthetik meg teljes terjedelmében. Köszöntöm a megjelenteket! Az ünnepélyes zászló behozatalt követően a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárainak előadásában elhangzott
Carulli Rondó. Előadták Helné Kádár Edit és Szakonyi Viktor gitáron. Felkérem dr. Sóvágó László urat, Hajdúszoboszlóváros önkormányzatának polgármesterét, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Hajdúszoboszlóváros önkormányzata is a magam nevében mély tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel köszöntöm a bal oldalon helyet foglalókat, akik ma a délután főszereplői lesznek. Sokszor elmondtuk már, de jól esik ezt hallani a fülnek. 1606. szeptember 2-án kelt az a kiváltság levél, amely alapján Bocskai vezérlő fejedelmünk lovas hajdukat telepített le Hajdúszoboszló városába. Ekkor kezdődött minden, bár előtte is létezett természetesen Hajdúszoboszló a maga lassan már 1000 éves történelmével, de egy új lendületet kapott ez a település. Akkor jöttek ide a hajdúk, ugye ők új friss vért hoztak a környékünkre, és hát birtokba vették Hajdúszoboszló városát. Az ősökről emlékezni az nem annyi, hogy egy ünnepi gesztust teszünk, annál jóval több. Az ősöknek köszönhetjük mindazt, amit ma elértünk. Az ő áldozatos munkája teremtette meg annak alapjait, amelyre napjainkban építkezve egy szép, egy lendületesen fejlődő és a turisták által igen kedvelt várost mondhatunk magunkénak. Tisztelet is jár ezért az ősöknek. Az a tisztelet, amelyben a ma embere kifejezi, hogy az ő munkájuk nélkül aligha juthattunk volna el idáig. Természetesen, amikor 1606. szeptember 2-áról megemlékezünk, akkor nem csak az akkorért emberekre kell gondolnunk, hanem mindazokra, akik folytatták a hajdú hagyományokat, akik több évszázadon keresztül gyarapították ennek a településnek az értékeit, itt éltek, laktak, földet műveltek, állatokat tartottak, védték a hazát, Hajdúszoboszló városát. Az ünnep hangulata is megköveteli, hogy megfogalmazzuk azon gondolatunkat is, hogy ez a város az itt élő emberek munkájából, jelentős részben az idegenforgalmak köszönhetően ma a egyik legjobban élhető magyar település, ugye második, harmadik helyen áll a magyar idegenforgalomban. Évente 1,3 millió vendégészakát regisztrálunk itt, és így különösen nyári hónapokban jól látható, hogy ez egy kedvelt célpont. Jöjjön a vendég akár határainkon túlról, vagy legyen itt a határainkon belül élők. Ugye mondtam, hogy akik a bal oldalon ülnek, azok a mai délután kiemelkedő szereplői. Ahogy megszoktunk emlékezni szeptember 2-áról, ugyanúgy ez is egy újkori hagyomány, vagy mondhatnám, hogy ez egy újkori hagyomány, hogy ezen a napon kitüntetéseket adunk át azoknak, akik munkájukkal méltók a hajdú ősökre. Más kellett tenni abban a korban, meg megint más kell tenni ebben a korban. Akik ma élnek, azok akkor kaphatnak kitüntetést, legyenek azok diákok vagy felnőttek, ha gyarapították ennek a városnak az értékeit, hogyha kiváltották a közösség tiszteletét, és olyan életutat tudhatnak maguk mögött, vagy olyan életút áll előttük, amely azt bizonyítja, hogy jelentős értékekkel fogják, vagy gyarapították már Hajdúszoboszló városát. Mint mondtam, különös tisztelet illeti őket. És hogy ezt a különös tiszteletet megtegyük, megkérem akkor ismertessük, hogy ki kapott kitüntetést. Hajdúszoboszlóváros önkormányzata képviselőtestületének határozata alapján a lovashajdúk Szoboszlóra telepítésének 413. évfordulója alkalmából
önkormányzati kitüntetések adományozása következik. Az elismeréseket átnyújtja dr. Sovágó László polgármester. Kovács Máté díj Hajdúszoboszlóváros közszolgálatáért dr. Kis György Tibor úrnak. Dr. Kis György Tibor a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság nyugalmazott elnöke. A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karát 1958. júniusában summa cum laude minősítéssel fejezte be, jogászi hivatását ügyvédként kezdte. 1968-tól bíró polgárom. Két évvel később már a debreceni, négy év múlva a Püspökladányi Városi Bíróság elnöke. 1990-ben kapott felkérést a helyi bíróság megszervezésére, 16 évig nyugdíjba vonulásáig töltötte be az elnöki tisztséget. Több évtizedes szünet után a helyi bíróság újbóli felállításával a környéken lakó emberek számára elősegítette az egyszerűbb hozzájutást a jogszolgáltatáshoz, hozzájárulva ügyes-bajos dolgaik elintézésének megkönnyítéséhez. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete dr. Kis György Tibor hosszú időn át bizonyított helyi szakmai munkásságát köszöni meg a Kovács Máté díjjal. A díjat átveszi dr. Mórocné, dr. Simon Angéla, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnöke. Gönczi Pál díj Hajdúszoboszlóváros pedagógiájáért Deliné Tarcsai Mária úrhölgynek. Deliné Tarcsai Mária a Hőgyes Endre Gimnázium középiskolai tanára. Kiválóan tanuló hajdúböszörményi diákként választotta a pedagógusi hivatást. 1980-tól idei nyugdíjba vonulásáig a gimnáziumban tanított nappali, illetve levelező tagozaton, elsősorban történelem, korábban orosz tantárgyat is. Fáradhatatlan szervezőkészsége, tenni akarása az iskola életének minden történésében megmutatkozott. Felkészítőként számos országos tantárgyi versenysikert ért el diákjaival. Évekig felvételi előkészítő szakköröket tartott, sikeres életpályák tanúsítják kitartó, eredményes munkáját. Az iskolában a hatosztályos tanterv egyik kidolgozója volt. Egész pályafutását kiemelkedő szakmai tevékenység és maximalizmus jellemezte. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Deliné Tarcsai Mária több évtizedes rendkívüli és példaértékű pedagógusi munkásságát méltatja a Gönczi Pál díjjal. Szépernő díj Hajdúszoboszlóváros kultúrájáért Túri Borbála úrhölgynek. Túri Borbála könyvtáros, kulturális, közéleti szereplő. Hajdúszoboszlón született, felsőfokú tanulmányait a debreceni tanítóképző főiskola népművelés könyvtárszakán végezte. 1978-tól kultúrosként üdülőkben dolgozott és idegenvezetőként kalauzolta az ideérkező vendégeket, turista csoportokat. A Városi Könyvtár munkatársa 1993. decemberre óta. Számos ünnepség, rendezvény műsorvezetője, moderátora, vetélkedő közreműködője. Főállása mellett hosszú évekig a Városi Televízió felkészült műsorvezetője, szerkesztő riportere volt. Sok publikációja megjelent a Szókimondó kulturális folyóiratban és a Hajdúszoboszló Városi Lapban. 2001-ben megalkotta televíziós kollégáival a Letűnt és Születő Vendéglátós Dinasztiák Hajdúszoboszlón című kétrészes dokumentumfilmet. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Túri Borbála elkötelezett kulturális közéleti tevékenységét ismeri el a Szépernő díjjal. Kenézi Gyula díj Hajdúszoboszlóváros egészségügyéért Csőke Lászlóné úrhölgynek.
Csőke Lászlóné Katika, körzeti ápolónő. Más szakmát tanult, de rövid kitérő után egyik ismerőse bíztatására a szépségipar helyett az egészségügyi szolgálatot választotta. 1973-ban végzett a debreceni Magyar József egészségügyi szakiskolában, és a Kenézi Gyula Kórház általános sebészeti osztályán helyezkedett el. 1979. szeptember 1-től 40 éve dolgozik Hajdúszoboszlón körzeti ápolóként a 6-os számú háziorvosi körzetben. A rendelői munkája mellett a betegeket otthonukban is nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen látja el. Határozott, segítőkész, temperamentumos személyiség, sokan szeretik. Közel 50 éve a magyar egészségügy elkötelezettje, a hajdúszoboszlói orvosi alapellátás meghatározó egyénisége. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Csőke Lászlóné kimagasló szakmai munkásságát, emberi értékeit méltatja a Kenézi Gyula díjjal. Pávai Vajna Ferenc díj Hajdúszoboszlóváros idegenforgalmáért ifja Pincés Károly úrnak. Ifja Pincés Károly üzletvezető, tulajdonos, ízig-vérig vendéglátó családban nevelkedett Hajdúszoboszlón. Más utat szántak neki, de az élet rövidesen igazolta, hogy a szülei nyomdokait kell követnie. 1991-ben vendéglátó üzletvezető képesítést szerzett. Diszkót üzemeltetett öccsével, majd a Strandon 1997-ben megnyitotta a kerékcsárdát. Közben a Gyöngyösi Főiskolán vendéglátó szakmenedzseri képzésre járt. A helyi fesztiválok állandó, népszerű résztvevője a Kemencés csárda, melynek vezetését 4 évvel ezelőtt átvette. Édesapja méltó utóda. 2018-ban bővítette a vállalkozást a szomszédos Aszték megvásárlásával. Így a hagyományőrző egység mellett egy fiatalos vendéglátóhelyet is üzemeltet. Szakmai elkötelezettsége önmagáért beszél. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete ifja Pincés Károly fáradhatatlan és példamutató szakmaiságát ismeri el a Pávai Vajna Ferenc díjjal. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete ebben az évben 2 Hűse Károly díjat ítél oda. Hűse Károly díj Hajdúszoboszlóváros sportjáért Bogádi Imre úrnak. Bogádi Imre testnevelő tanár, sportszervező. 38 évig tanított a göncipás sport és 2 tanítási nyelvű általános iskolában. Pedagógusi hitvallása a mozgás megszerettetése. 25 évig volt a Városi Diáksportbizottság titkára. 6 sportágból rendelkezik edzői képesítéssel. Számtalan nyári tábort, téli sítábort vezetett. Tanítványaival különböző sportágakban méltó helyezéseket értek el. Hosszú ideje a város tömegsportjának egyik éltetője, emlékezetes labdarúgó tornák, futó és más versenyek, gyalogló napok szervezője. Egyik volt tanítványa így fogalmazta meg tanári érdemeit: mindig kitartásra, önbecsülésre, a sport szeretetére nevelt bennünket úgy, hogy minden gyereket tisztelt és előtérbe helyezte az egyéniségüket. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Bogádi Imre pedagógus szakmai és a város sportéletében bizonyított eredményes tevékenységét köszöni meg a Hűse Károly díjjal. Hűse Károly díj Hajdúszoboszlóváros sportjáért Szűcs János úrnak. Szűcs János általános iskolai tanár, UEFA A diploma minősítésű edző. 1999-ben kezdte pedagógus pályáját,
két évig a Gönczi Pál, 15 évig a Tököli Imre két tanítási nyelvű általános iskolában testnevelő tanár. Diákjaival jelentős sporteredményeket ért el. Az általa felkészített különböző korcsoportú futballcsapatok 2008-tól a városi, területi, megyei bajnokságokat megnyerve rendszeresen bejutottak az országos diákolimpiai döntőbe, többször álltak dobogóra. A Szoboszlói Futballegyesületben 19 éves korától edzősködik, az óvisoktól a felnőttekig minden korosztállyal dolgozott. Jelenleg Debrecenben folytatja a munkáját, a Debreceni Labdarúgó Akadémia U16-os csapatának edzője, de emellett a HSE utánpótlás szakmai vezetője. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete, Szűcs János eredményes pedagógusi és városi szintű edzői, sportszervezői tevékenységét ismeri el a Hüse Károly díjjal. Tessedik Sámuel díj Hajdúszoboszlóváros mezőgazdaságáért és környezetvédelméért Fedics Alfonz úrnak. Fedics Alfonz nyugdíjas agrármérnök. A Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság a jelenlegi Kösely ZRT meghatározó személyisége volt az ezredfordulóig. A szatmári síkságon levő Csegöldön született. Életútját kijelölte a növények iránti rajongása. Az akkor még Debreceni Mezőgazdaságtudományi Akadémiának nevezett Agráregyetemen diplomázott. A Szoboszlói Állami Gazdaságban 1964 májusától felelős beosztásokban dolgozott, végül a központi termelési körzet igazgatójaként vonult nyugdíjba. Mindig a növénytermelés tartozott hozzá. Rendkívül magas szintű szakmai tudás és elhivatottság nagy munkabírás jellemezte. Az önkormányzattal és a gazdakörrel együtt sok emlékezetes hatásszemle lelkes szervezője volt. Hajdúszoboszlóváros képviselőtestülete Fedics Alfonz mezőgazdaságban tanúsított példaértékű munkásságát méltatja a Tessedik Sámuel díjjal. A Hajdúszoboszló kiváló tanulója díjak átadása következik. A díjakat átadja dr. Sóvágó László polgármester. Jeges Barbara részére a Gönczi Pál sport és két tanítási nyelvű általános iskolából. Barbara kiváló tanuló, aki angol nyelvi, helyesírási, matematika tanulmányi, valamint művészeti és sportversenyeken szép eredményeket ért el. 6 éve tagja a Művelődési Központ Citera zenekarának. Karika Imre részére a Gönczi Pál sport és két tanítási nyelvű általános iskolából. Imre tanulmányi eredményével és közösségi munkájával példát mutatott társainak. Az iskola kiváló tanulója. Sikeres középfokú írásbeli nyelvvizsgát tett. Emellett az atlétikában és a kézilabdában is jeleskedik. Laskai Szilveszter Milán részére a Tököl Imre két tanítási nyelvű általános iskolából. Szilveszter az iskola kiváló tanulója volt, középfokú angol nyelvvizsgát tett. Számítógépes ismereteit alkalmazva több iskolai projektben eredményesen vett részt. 2018-ban a Szép Művészeti Múzeum által meghirdetett csapatversenyben 4. helyezést ért el. Somogyi Panna részére a Tököl Imre két tanítási nyelvű általános iskolából. Panna az iskola kiváló tanulója volt, példamutató közösségi ember. Szép eredményei születtek bójai anyanyelvi és angol nyelvi csapatversenyeken, de a legkiemelkedőbbek kémia és matematika tantárgyból. Balaskó Noémi részére a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos általános iskolából.
Noémi kitűnő tanuló volt. A megyei szövegértő verseny második helyezettje, a Bólyai János megyei matematika verseny idei első helyezettje korosztályában. Kovács Máté részére a hajdúszoboszlói Bárdos Lajos általános iskolából. Máté kitűnő tanuló volt. Az Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójában csapatával második, megyei szövegértő verseny első helyezettje. Sakk versenyeken több alkalommal első és harmadik helyezett. Jelenszky Fanni részére a Pávai Vajna Ferenc általános iskolából. Fanni megyei szövegértő versenyen második, a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójában negyedik, megyei rajzpályázaton első helyezett. Tehetséges előadó, az év tánca minősítő versenyen első és harmadik helyezett. Szilveszter Csenge részére a Pávai Vajna Ferenc általános iskolából. Csenge kitűnő tanuló. Számos első, második vagy harmadik helyezést, aranyérem fokozatot szerzett, helyesírási, matematikai, irodalmi, honismereti, angol, atlétika megmérettetéseken, rajzpályázaton. Kölcsei Viktória részére a Hőgyes Endre gimnáziumból. Viktória kitűnő tanuló. 2018-ban elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetsége ösztöndíjat, történelem tantárgyból megnyerte a Tudok országos döntőjét. Tehetségét szavaló versenyeken és a sportban is megcsillogtatja. Szoboszlai György Balázs részére a Hőgyes Endre gimnáziumból. György kitűnő tanuló. A Bólyai anyanyelvi versenyen, valamint a Bólyai természettudományi versenyen csapatban országos 8., illetve 3. helyezett. A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz föltad verseny megyei győztese. Gajdos Zsuzsanna részére a BSC közgazdasági szakgimnáziumából. Zsuzsanna kiemelkedő tanuló volt. Országos helyesírási versenyen 13., a szakképzőiskolák asszív versenyének országos 4. helyezettje. Angol középfokú nyelvvizsgával, német nyelvből emelt szintű érettségivel rendelkezik. Kocsis Kamilla részére a BSC közgazdasági szakgimnáziumából. Kamilla kiemelkedő tanuló, a diákok körében példakép. Eredményesen szerepelt a Szegedi Innovatív Informatika versenyen, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum szakmai tanulmányi versenyén. Ádám Jennifer részére a BSC Bocskai István szakgimnáziuma és szakközépiskolából. Jennifer 2016-ban kezdte meg cukrász tanulmányait. Szakmája iránti lelkesedése, kitartása példaértékű. Ez év júniusában kapta meg szakmunkás bizonyítványát. Mile Bianca részére a BSC Bocska István szakgimnáziuma és szakközépiskolájából. Bianca 2016-ban a cukrász szakmát választotta, jó tanuló volt.
A szakma kiváló tanulója versenyen írásbeli eredménye jeles, ezért szakmai vizsgáján felmentésben részesült. Jeles bizonyítvánnyal végzett. Az év üzlete díj átadása következik. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara hajdúszobosztói szervezete által alapított díj célja a város arculatát meghatározó kereskedelmi és vendéglátó üzletek ösztönzése a színvonalas megjelenésre. A díjat átadják dr. Sovágó László, Hajdúszobosztó város polgármestere, és Mészáros Sándor, a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara hajdúszobosztói szervezetének elnöke. Az év üzlete díj 2019. évi díjazottja az Ilangó Desszertlag. A díjat átveszi Kun Rita, az Ilangó Desszertlag tulajdonosa, és Kun Attila, a tulajdonos édesapja. Az Ilangó Desszertlag 2017 óta várja vendégeit. Nem forgalmas helyen, mégis hamar közkedvelté vált. Különlegessége a minőségi, adalékanyagmentes készítmények. Az üzletet megnyitása után 4 hónappal hangulatos terasszal bővítették. Hagyományos magyar süteményeket is készítenek eredeti ízvilággal. Az Ilangó a nyitás óta változatlan sikerrel működik. Ünnepélyes zászló kivitel következik, közreműködik a Litus Quintet. Thank you.
Tisztelt ünneplők, hölgyeim és uraim, kedves diákok! Városnapi ünnepségünkön Hajdúszoboszló önkormányzata nevében tisztelettel köszöntjük Önöket. Bocskai István 1606. szeptember 2-án letelepítő kiváltságlevelet adományozott a szoboszlói lovashajduk részére. Ezen történelmi esemény 413. évfordulójára emlékezünk ma. Tisztelettel felkérem Holoda Attila alpolgármester urat ünnepi köszöntőjének elmondására. Hölgyeim és uraim, tisztelt hajdúszoboszlóiak, kedves barátaim! 1606. szeptember 2-a a dátum, amit minden szoboszlai ember jól ismer, amiről gyermekkorunk óta évről évre mindig megemlékezünk közösen, meg is ünnepeljük. Ez a nap városunk napja, és nem véletlenül az. 1606. szeptember 2-án Bocskai István erdélyi fejedelem Kassán kelt szabadságlevelében a szabadságharcban nyújtott szolgálataikért a saját testőrségének tagjait képező 700 lovas hajdónak adományozott telket, és telepítette le őket Szoboszlóra, Halasi Fekete Péter hajdukapitány vezetésével. Miután abban az évben megkötött bécsi békeszerződés lezárta a Habsburgok és Bocskai közt folyó háborút, a fejedelem már nélkülözhette leghűségesebb és legjobb lovas katonáit. A szoboszlóiak ezt később is mindig számon tartották, és büszkék voltak, különösen a többi hajdúvárossal szemben lovas katonai mi voltukra. A ló szeretete, lovas hagyományaink megőrzése azóta is fontos részét képezi a szoboszlói életnek, szinte nincs is olyan fontos ünnepünk, ahol nélkülük emlékeznék meg történelmi eseményeinkről. Bocskai István fejedelem szabadságharc mozgalmának kettős eredménye lett. Éreztette hatását a saját korában, másrészt pedig jövőbeli lehetőségeket teremtett az utódok számára, mondhatjuk, hogy elérte célját. Megszűnt az ország területén zajló, sok éves pusztítást, szenvedést okozó, pontosan 15 évig tartó háború, évtizedekre megfékezte a Habsburg abszolutizmust, és sok-sok magyar sérelmet is orvosolni tudott. Történt mindez egy háborúk által sújtott, lepusztult országban. S bár azt mondják, Bocskai szabadságharca elmarad európai jelentőség tekintetében a későbbi hasonló mozgalmak mögött, a magyar történelemben kimagasló helyet foglal el azáltal, hogy ez az egyetlen győztes szabadságharcunk. Bethlen Gábor és első Rákóczi György hadjáratai után nem tudtuk soha végső győzelemre vinni Habsburg ellenes megmozdulásainkat. De ne felejtsük el, hogy míg Bethlen Gábor és Rákóczi György fegyverei mögött ott állt az egész erdélyi fejedelemség kiépített államszervezetével és megszervezett hadseregével, Bocskainak a mozgalom ideje alatt kellett megszerveznie a fegyveres ellenállást. Ebben kezdetben nem támogatta az államaparátus, és hadseregesen volt. Jól ismerte föl, hogy a nép fiait, a háborúkban edződött hajdúkat kell az oldalára állítania. Tisztelt ünneplők! Bocskai István nem hiába volt kitűnő fejedelem, ám egyúttal kiváló hadvezér is. Remek érzékkel ismerte föl, hogy kizárólag a szabadságharcát támogató, korábban marhahajtásból és zsoldos katonai szolgálatairól híres hírhet hajdúk tiszántúli letelepítésével képes úrrá lenni a pusztai térség kihalt területeinek benépesítési problémáján, ezért a hajdúkat, a török elől elmenekült hontalan magyarokat telepítette be erre a területre. Ezáltal ez a vidék, a mi vidékünk, mind a mai napig megőrizte tiszta magyar jellegét. Ráadásként pedig Bocskai István fejedelem biztosította saját maga és a későbbi erdélyi fejedelmek számára jövőbeli seregeik egyik legfontosabb erejét, a gyalogos és lovas hajdúkat. Ezzel egy mindenkor gyorsan mozgósítható haderőre tett szert, ugyanis Bocskai és az őt követő erdélyi fejedelmek
A szabadságjogok ellenében igényt tartottak a hajdú katonai erejére, akiket lovakkal, fegyverzettel teljesítendő hadiszolgálatra köteleztek. A hajdúk katonai erényei nagyban hozzájárultak a bocskai szabadságharc sikeréhez. Településünk címere beszédes címer. A Tigris képében megjelenő hajdú vitéz felveszi a küzdelmet a jól felszerelt páncélos lovas katonával, és erejével, ravasságával legyőzi azt. Ez jól tükrözi a hajdúk hadászati jelentőségét is, amely abban állt, hogy a könnyű lovas harcmodort kellő időben és helyen alkalmazva, megfelelő vezetői és haditapasztalat révén sikerrel vehető fel a küzdelem, még a jól megszervezett, olykor túlerőben lévő, reguláris nehéz fegyverzetű hadsereggel szemben is. Így aztán a török időkben maguk a Habsburgok is szívesen fogadták zsoldjukba a hajdúkat. Arra azonban nem számítottak, hogy ezeket a katonákat nem csak a pénz érdekli, hanem hazájuk sorsa is. Nem számoltak azzal, hogy készek egy a király ellen hangját felemelő főúr szolgálatába szegődve felajánlani fegyverüket, hitük, családjuk, nemzetük védelmében. Bocskai hajdúi és a zászlaja alá szegődött fegyvert fogott jobbágyok a magyar katona hírnevét öregbítették, s példát mutattak évszázadokon át a hazájukért küzdők számára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szoboszlóiak! Szeptember 2-a Hajdúszoboszló város napja. A szabad hajdúk, a hajdú büszkeség és a hűség napja a városunk életében. Nem véletlen, hogy ezen a napon tüntetjük ki azokat a szoboszlói embereket is, akikre a város érdekében nyújtott teljesítményük miatt joggal lehetünk büszkék. Így történt ez a mai napon is. Ünnepségünket megelőzően adtuk át a polgármesteri hivatalban városi kitüntetéseinket az arra méltóknak, akiknek szívből gratulálok ezúton is. Városi kitüntetést ugyanis az kap, aki egy-egy területen hosszú időn át kiemelkedő teljesítmény nyújt, ezzel városunkat, a város kiemelkedő társadalmi teljesítményét szolgálja a maga területén. Engedjék meg nekem most, hogy kissé szokatlan módon a személyes megjegyzésre is ragadtassam magam ezen a napon. Városunk polgármestere, dr. Sovágó László, a város 29 évnyi politikai szolgálata, ebből 25 évnyi polgármesteri tevékenységét követően úgy döntött, hogy befejezi polgármesteri munkáját. Egymás után 6-szor választottuk őt polgármesterünknek. Egy ilyen teljesítményhez úgy illő, hogy éppen szeptember 2-án a város napján, itt a város színe java előtt köszönjük meg neki az értünk a város lakókért végzett munkáját. Az aktuál politikai érdekek és értékelések letisztulásával én hiszem, hogy ez a hosszú időn át végzett és kiemelkedő teljesítmény joggal fog bekerülni majd történelem könyveinkbe is, mert Szoboszló sokat fejlődött, igen, sokat fejlődött az elmúlt 25 évben, és ez polgármesterünk nevéhez is fűződik. Köszönjük dr. Sovágó László munkáját, köszönjük polgármester úr! Kedves barátaim! A korábban leginkább harciasságukról és féktelenkedéseikről ismert fegyveres hajdúk tehát úgy ajánlották föl Bocskai István erdélyi fejedelemnek legendásan hűséges szolgálataikat, hogy közben szabadságuk a saját vagyonukhoz, a földjükhöz és önrendelkezésükhöz való joguk, kiváltságaik megmaradtak. Úgy gondolom, nekünk, a szabad hajdúk mai utódainak is mindig ez kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, ez kell, hogy minden napjainkban tetteinket vezérelje. Hűség és szabadság, önrendelkezés és fegyelmezetten összetartó egység. Ez a város 1606. szeptember 2-a óta szabad hajdúváros, és ha rajtunk, önökön múlik, az is marad. Hajtsunk hát ma tisztelettel fejet hajdú őseink előtt, a mai napon emlékezzünk elődeinkre, akik számára a fejedelem 1606. szeptember 2-án Kassán adományozott kiváltságlevelet, megalapozva a szabad hajdú Szoboszló jövőjét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Az ünnepre készült összeállításunkban közreműködik Bárdosi Ildikó népdalénekes, a népművészet ifjú mestere és Arany Zoltán népzenész. Álmos vezér, amint őseihez tére, Árpád lőn utána magyarok vezére. De kissé bővebben elmondom majd nektek, ki volt a vitéz, kit Árpádnak neveztek. Magyarok, mikor e nagy nevet halljátok, mintha oltár mellett templomban volnátok. Emeljétek meg a kalapjaitokat, mert köszönhetitek neki hazátokat. A nagy viadalon a magyarok honát, hol megdönti saját terhe a gabonát, hol tűzzel van tele a szőlő gerezdje. E szép országot a hős Árpád szerezte. Egészséggel, nedvességgel, édes szív szerelmem,
velünk így együtt szerepetben. Magyarok örömében.
jobbunkat perdítvén, trombitát zendítvén, Jézus, Jézust kiáltsunk. Gyakran könyörögjünk, fitész módon éljünk, országvesztőket roncsunk. Szegény szép hazánkért, magyar koronánkért, ideje vaktalkoznunk. Szegény szép hazánkért, magyar koronánkért, ideje vaktalkoznunk. Adatigazgató, győzedelmet adó, bölcs és hatalmas Isten. Mutasd meg magadat, irgalmas voltodat, magyari híveidben. Kiért fejed elmünk, és minden nép velünk, álljon tégedet, ámen. Kiért fejed elmünk, és minden nép velünk, álljon tégedet, ámen. Hölgyeim és uraim, a hajdúőseink tiszteletére rendezett városi ünnepségünk koszorúzással folytatódik. Hajdúszoboszlóváros önkormányzata nevében koszorút helyez el Bocska István fejedelem szobránál dr. Sovágó László polgármester és Holoda Attila alpolgármester. A hajdúszoboszlói rendőrkapitányság nevében Fehér Gyula rendőr a lezredes közlekedési alosztályvezető koszorúz. Hajdúszoboszlói katasztrófa védelmi őrs koszorúját elhelyezi Sándor István tűzoltó főhadnagy katasztrófa védelmi megbízott. A református egyház nevében koszorúz Cető Norbert református lelkipásztor és Cseke Sándor presbiter. A Hungaroszpa hajdúszoboszlói ZRT képviseletében Ceglédi Gyula vezérigazgató és Szilágyi Zsuzsa PR menedzser helyez el koszorút. Hajdúszoboszlói iskolák nevében Patai Anikó, a Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetője és Harsányi István, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, Bocska István szakgimnáziuma és szakközépiskolája tagintézményvezetője koszorúz. A hajdúszoboszlói egyesített óvoda képviseletében Nagy Marianna óvodavezető és Borbély Mária óvodavezető helyettes koszorúz. Hajdúszoboszlói gazdasági szolgáltató intézmény koszorúját elhelyezi Nagyné Dede Adél igazgató és Posgainé Száva Gabriella megbízott gazdasági vezető.
A Bocskai István Múzeum képviseletében Nagy István múzeológus koszorúz. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség hajdúszoboszlói szervezete koszorúját elhelyezi Majoros Petronella, Kocsis Róbert önkormányzati képviselő és Nagy Bálint László képviselőjelölt. A Szocialista Párt hajdúszoboszlói szervezete nevében koszorúz Gyula Ferencné, a megyei közgyűlés képviselője, valamint Kis Gábor, az MSZP hajdúszoboszlói szervezetének elnöke. Koszorút helyez el a volt Jobbik hajdúszoboszlói alapszervezete nevében Jónás Kálmán önkormányzati képviselő és Árva Gergő, a Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság tagja. A Hajrá Hajdúszoboszló Egyesület képviseletében Szakálné Katona Andrea képviselőjelölt, Kanizsai György Béla önkormányzati képviselő és Antal János Csaba képviselőjelölt helyeznek el koszorút. A Lovas Barátok Egyesülete képviseletében koszorúz Jeges Károly bandérium parancsnok és Kecskés Gábor titkár. A Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete hajdúszoboszlói csoportja nevében Kuik Mihályné és Magyari József egyesületi tagok koszorúznak. A Magyar Vöröskereszt hajdúszoboszlói területi szervezete képviseletében Nyéki István területi elnök és Szatmári Margit területi vezető helyeznek el koszorút. A Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület koszorúját elhelyezik Bíró Anita, dr. Kovács Gergely és Mester József képviselőjelöltek. A
Hajdúszoboszlói Bocska István hagyományőrző egyesület nevében H. Fekete László helyez el koszorút. Az összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület nevében koszorúz dr. Kerekes László és Beltrű Dávid képviselőjelöltek. A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete nevében Máté Lajos elnök önkormányzati képviselő koszorúz. A Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör nevében koszorút helyeznek el Csanádi Imréné és Buti Gergely vezetőségi tagok. A Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület nevében koszorúz Kis Klára és Túri Borbála. A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület koszorúját elhelyezi Buka László elnök és Gönczi Lajos alelnök. A Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznó Egyesület koszorúját elhelyezik Dobi Zsolt, Elek Zsolt és Antal János. Tisztelt ünneplők! Hajdúszoboszlóváros önkormányzata nevében köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ünnepségünk méltó lebonyolításához. Közreműködött az Icsi Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Fúhoz Zenekara Kerekes Imre vezényletével, valamint a Hajdúszoboszlói Lovasbarátok Egyesületének tagjai. Ünnepségünk a szózat hangjaival ér véget, és kérjük Önöket, hogy várják meg, amik a lovasbandérium elvonul. Köszönjük! Thank you.
rálelhetsz az igazságra. Segíthetsz másokon, másokkal. Őrizheted az értékeket, jelen lehetsz, megújíthatsz. Kiléphetsz a megszokottból, része lehetsz a történetnek. Keres, bíz, cselekedj. Melletted leszünk lélekkel, ismerettel. Bátorság, hogy bemenj oda, ahonnan más menekül. Erő, hogy segíts a gyengén. Egy csapat, hogy tartozz valahova. Megbecsülés, hogy érezd, fontos vagy. Egy hivatás, ami több egy átlagos munkánál. Egy hivatás, ami büszkévé tesz. Legyél hős, legyél tűzoltó. Anna nem számított arra, hogy születésnapján elfogy a levegője. János nem számított arra, hogy egy hirtelen köhögésroham félbeszakítja kirándulását. Egyikőjük sem számított arra, hogy pneumokokusz okozta tüdőgyulladást kap, ami egy életveszélyes betegség. A váratlan mégis megtörtént. A pneumokokusz okozta tüdőgyulladás kockázata nagyobb, ha tüdő vagy szívbetegségben szenved. Egy védőoltás segíthet csökkenteni a kockázatot. Beszéljen orvosával, készüljön fel a váratlanra. Tegyen róla, hogy a tüdőgyulladás ne érje váratlanul. Prevenár 13. Gyógyuljon és pihenjen a Hajdúszoboszlói gyógyfürdőben. A gyógykezeléseket és a fürdőbelépőt kedvezményes csomagáron vehetik igénybe az érvényes biztosítási kártyával rendelkező betegek. Panaszaikkal keressék fel reumatológiai szakrendelésünket. A jól ismert, támogatott gyógyfürdőkezelések mellett új típusú kabinos széndioxid kezelőhelyek is várják a gyógyulni vágyókat. Hungaroszpá Hajdúszoboszló. A reumások mekkája. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!